Nemzetiségi családban született Fejfer Jánosné, aki pedagógusként kezdte pályáját. A német nemzetiségi önkormányzatnak tagja, mindig fontosnak tartotta a nemzetiségi kultúra ápolását, továbbadását. Idén ő lett Kaposszegcső díszpolgára. Pünköskor adták át az elismerést a díszpolgári címet számára. Nem vártam, nem számítottam rá, nem törekedtem soha ilyenre, hogy én díszpolgár vagy valaki is elismerje itt az én munkámat. Én úgy gondoltam, hogy ezt én csinálom, ez belső kötelesség, és úgy gondoltam, hogy a Jóisten szemébe ez jó, és azért is csináltam. Érdemes közalkalmazotti elismerésbe részesült a Pünkösdi Fesztiválon Orlai Katalin tanítónő. Az ünnepi műsor során a Kaposszegcsői Értéktárbizottság is bemutatkozott, és egy történeti kiállítást is készítettek településükről. Megtartották a Habich Konrád fúvószenekari találkozót is, amelynek során a környékbeli települések fúvósai gyűltek össze, egy kellemes délutánt adni az ünneplő egybegyűlteknek. A fúvószenei találkozón általában minden évben 5-6 zenekar lép fel, a Kaposszegcsői az mindig, nyilvánvalóan, általában itt a Dunaszegcsői is, illetve a Dombovár, illetve melléjük mindig változó, akiket felkérnek a Fúvós Egyesület és az önkormányzati képviselők. Ezt most már 3 éve, vagy illetve a harmadik alkalom az, ugye a Covid-nál kimaradt, de harmadik alkalom, hogy az Egyesülettel együtt szervezzük. Megbeszéljük, hogy kik legyenek a fellépők, és most úgy esett, hogy 2 olyan zenekar is megmutatkozik a Kaposszegcsői mellett, újként, akiknél kaposszegcsői gyökerek vannak. A Kaposszegcsői Pünkösdi Fesztiválon az evangélikus istentiszteletet a pünkösdi római katolikus szentmise követte. Óvodások, iskolások adtak műsort, számos gyerekprogram, gyerekműsor, örömfoci várta a kisebbeket, nagyobbakat. Este zenés táncos mulatsággal zárult a fesztivál.